Felkapcsolva hagyott villany, áram alatti, azaz készenléti állapotban lévő televízió. Ezek is pörgetik a villanyórát, a legtöbben összesen közel 1 millióan villamos energiaszolgáltatójuknak tartoznak. De sokan a vízszámlát sem fizetik, persze több a tisztességes rezsifizető. A nyírségvíz 350 ezer felhasználójának 70%-a időben fizet. Hál' Istennek nekem nem volt tartozásom, és igyekszem, hogy ne is legyen. A rezsicsökkentés ellenére télen több mint 40 ezerrel emelkedett azoknak a fogyasztóknak a száma, akik nem tudták kifizetni számláikat, vagy már halmozódó tartozásukat. Én befizetem mindig, ami azt illeti. A nehezen is, de hát mindig befizetem. Volt tartozása valaha? Hát valaha, egy hónapról a kettőre. Ennyi. Nem csak a magánemberek, a lakóközösségek is tartoznak a szolgáltatóknak. A közös költségbe többek között a hulladékszállítás és a közös helyiségek víz- és áramellátása is beletartozik. Ha egy társasházban akad egy fogyasztó, aki nem fizeti a közös tulajdonú részek fenntartását, akár úgynevezett fizetési meghagyásos eljárást is indíthatnak, ez végrehajtással is járhat. Ilyenkor a nem fizető jövedelméből levonják tartozását, mondta az általunk megkeresett közös képviselő. Zagyi Sándor kiemelte, Nyíregyházán megdöbbentő összeggel tartozott az egyik 10 emeletes ház lakó közössége. 14 millió forintos közös költségtartozás halmozódott fel. Volt egy olyan hölgy közöttük, aki 5 év alatt egyetlen egy forintot se fizetett be. Végül is végrehajtási eljárással nem sikerült megoldani a dolgot, hanem a lift kezelővel közösen ki lett találva egy olyan rendszer, hogy csak az használhatja a liftet, aki hozzájárul a közös tulajdonú részek fenntartásához, vagyis a lift fenntartásához. Ez kapott egy proxy kártyát, és azzal indíthatja a liftet. Az említett nyíregyházi háznál 3 hónap alatt több mint 3 millió forinttal mérséklődött a közös költségtartozás. A földgázszolgáltatóknak is sokan nem fizetnek, összesen több mint 15 milliárd forinttal tartoznak. A legfontosabb, amit szeretnénk hangsúlyozni, az az, hogy a fogyasztók túlnyomó többsége rendesen fizeti a számláját. Az egyetemes szolgáltatás keretén belül a Tigáznál a felhasználóknak körülbelül 19%-a rendelkezik tartozással, és ami nagyon fontos, ezért is mondtam, hogy a fogyasztók túlnyomó többsége fizet, összességében a fogyasztók 4%-a az, aki lejárt tartozással rendelkezik. Átlagosan egy fogyasztónak a tartozása 30 ezer forint. Tartozás esetén a legtöbb szolgáltató részletfizetést is felajánl, ha ezt sem teljesíti a fogyasztó, akkor elkerülhetetlen a szolgáltatás kikapcsolása. Mint ismert, a Tigáz lakossági fogyasztói 2016. októberétől átkerülnek a fűgázhoz. Erről folyamatosan értesítik a fogyasztókat, ám fontos, hogyha a Tigáz kikapcsolta valahol szolgáltatását nem fizetés miatt, a fűgázhoz átkerülő érintetnél csak akkor kapcsolják vissza a gázt, ha már tartozását rendezte a Tigáz felé.